Október 6-ától látható a legújabb kiállítás itt a Fehérló Közösségi Házban. Kiknek nyújtott ez bemutatkozási lehetőséget? Ifjú amatőröknek jött létre ez a kiállítás, és a Fehérló Közösségi Ház szervezői hozták létre, megpályáztak egy lehetőséget, amivel aztán tudtak élni, és 18-tól 35 éves korig bezárólag kiállíthattak az alkotók. Az amatőr életérzéssel kapcsolatban milyen gondolatok fogalmazódnak meg önben? Az amatőr alkotók nagyon ragaszkodnak megszerzett kis szabadságukhoz, mint ahogy Kormos Sándor, Pilis Szántói költőbarátom a Megtartalak című versében. Minden kötés leszakad ezer sebemről, hogyha egyszer kiengedlek a kezemből. Mekkora jelentősége van pályakezdők számára egy ilyen lehetőségnek? Hát úgy érzem, mint alkotó művész, aki szintén volt valaha amatőr, és ezt senki nem tudja elkerülni, úgy, mint felnőttek a gyermekkort. Nagy lehetőségnek érzem, és valószínű, hogy ezt a kiállítást még majd újabbak fogják követni. Többnyire milyen alkotásokkal találkozhatnak itt az érdeklődők? Hát azt tudni kell, hogy mivel kevés az amatőrök alkotásra szánt ideje, és néha a családtól, a barátoktól vonulnak vissza a kis szent alkotói helyeikre, ezért többnyire csak tanulmány jellegű képekkel tudnak előrukkolni, de van persze természetesen közöttük olyan is, ami tovább gondolásra alkalmas, és hát megüti azt a szintet, amit maga az alkotó is kívánt, meg amit majd a néző is élvezhet. Milyen technikák fordulnak elő? Teljességgel vegyes. Van tulajdonképpen itt népművészeti termék, ami ki van állítva, azon kívül grafikák és festmények, valamint kerámia termékek, alkotások. Ön tart itt a Fehérlóban foglalkozásokat ezen a területen, és vannak-e olyan alkotók, akik a kezei alól kerültek ki? Még nincsenek, valóban tartok ilyen foglalkozásokat, még csak 2 éve működik ez a szakkör, és természetesen idő kell, hogy kiforja magát. Meddig látható majd még ez a kiállítás? 14-ig, október 14-ig.